Sziasztok, lányok! Hát nagyon-nagyon izgatott vagyok ez a videó kapcsán, mert képzeljétek el, hogy egy csomagom érkezett, de nem is akármilyen, nem egy cég keresett meg, nem egy ilyen PR ajándék, hanem az egyik youtuber anyuka, akivel szoktam privátban is beszélgetni, ő küldte nekem a csomagot, és igazából úgy indult a beszélgetésünk már egy jó ideje, hogy ő szeretne küldeni Nininek Rucikat, amit az ő fia kinőtt, aztán egyre többet beszélgettünk, meg hasonló, nekem, nene, és tegnap mondta, hogy akkor feladna nekem egy ilyen kis meglepetés csomagot. Nénike, ne bánts az állványt, jó? Úgyhogy képzeljétek el, hogy egy nap alatt meg is érkezett, viszont mondta, hogy a levelet nem írta bele a csomagba, nem tette bele, hanem e-mailbe kapok egy kis instrukciót ahhoz, hogy mit is tartalmaz a csomag, úgyhogy átváltozol? És mire változol, szuperhőssé? Igen. Ó, de jó az nekünk, jól van, kicsim. Szóval bocsássatok meg a zajokért, egy kicsit még játszik a gyerkőc, úgyhogy mi nekünk régebbenről van már egy e-mailes levelezésünk, úgyhogy most megkeresem a mostanit, és elkezdem nektek felolvasni, aztán pedig elkezdem kibontani a csomagot, hogyha odáig jutok. Szia, drága Dia! Nos, mint említettem, a levél sajnos lemaradt, de itt igyekszem pótolni neked. Szóval először is borzasztó hálás vagyok, hogy annó pár hónapja rád találtam itt a YouTube-on, mert nagyon megkedveltelek, és a családodat is. Valamint nagyon inspirálsz engem, úgy érzem, hogy nagyon pozitív hatással vagy rám, és ezért végtelenül hálás vagyok neked. De kezdem is a doboz tartalmával, szóval. Akkor most az a rész jön, hogy itt megpróbálom kinyitni ezt a dobozt. Hol is kezdjem? Ott kezdem, hogy kiveszem. Na, ezt ide tesszük, hopp! Nem tudom, kicsim, mi van benne. Megnézzük együtt, jó? De nem ezt el oda föl. Köszönöm szépen, tényleg remélem minden épségbe ideért, bár fogalmam sincs, hogy mi van benne. Na, lesz elszannom, kicsim? Szóval az első, amit találsz, az nem más, mint egy élő növény, mégpedig aloe vera, ez van ideírva a levélbe. Már értok, először olvasom, hát még egyelőre nem találtam semmit, de hogy élő növény dobozba, azt a remélem túlélte. És én nagyon szeretem. Én nagyon szeretem, és mivel láttam a nappali átalakítós részt, úgy gondoltam, hogy megleplek egy növénnyel. Mindig egy picit csöndbe maradsz, hogy hallják, hogy mit olvasok. Légy szíves, egy picit maradj csöndbe, jó? Nagyon igénytelen, úgymond nem fog meghalni, hidd el, ablakba tedd napos helyre, de ne kintre, mert felég. Na, nézzük, a következő egy könyv. Na, mindjárt, először is. Hova? Szerintem pont a... Ó, ezt a fiam szerette volna már nagyon, és megvan neki az első rész is. Meg a lányomnak is van egy ilyen, és ilyen mindjárt idehozom. Na, ide is hoztam, hogy képzeljétek el, amit kaptunk Vikitől, tűzoltók, ezt nagyon szerette volna a fiam, de nem volt meg itt. És a másik két része viszont megvan ugyanennek a sorozatnak, az egyik az iskolás leszek, a másik pedig a hercegnő. És nagyon-nagyon imádják ezeket a könyveket, mert ilyen kihajtós részek vannak benne. És az első két részét, amit nekem sikerült megvenni, is nagyon-nagyon szerették, úgyhogy ennek nagyon-nagyon fognak örülni a nagyok, szóval
Mit írt hozzá Viki? A következő egy könyv, remélem még nincs, mert gondoltam, a gyerekek szívesen nézegetik majd. Az biztos. Ennek tud, ez hatalmas sikere lesz. Imádják a nagyok, várj egy picit. Itt vannak rucik, mindjárt. Hely, de ne lépj rá. Azt a, itt van az aloe vera. Ezt írt először, ezt mindjárt van is egy kicsi cserepem. Abba mindjárt el is ültetem, egész jól kibírta az utat. Majd megnézzük mindjárt, jó? Rucikat is mindjárt megnézzük. Na, ezt mindjárt elültetem. Azt a mennyi rucit küldött. És Ideni. Még kettő. Verdás kesztyű, ezt tetszik neked? Igen, a nekem küldte valami. Ezt neked küldte, ez picike, de a másik kezedre való. Szóval kaptunk egy verdás kesztyűt. A következő egy verdás kesztyű, tudom nyár van, de na, csak lesz tél is. Nininek remélem tetszeni fog, és ahonnan az egész indult, azok a nininek szánt egy-két ruhadarab. Jaj, hát Nini, azóta megmutattad itt a csajoknak, mit művelsz a kesztyűvel? Segítsek? Na gyere, dugd ide. Ezt elviszed a mamihoz télen, mikor hóembert csináltok akkor, jó? Jó. Ó, hát olyan vagy, mint a box kesztyű. Hú. Tetszik neked? Igen. Mondd, hogy köszönöm, Viki néni. Köszönöm, Viki néni. Ja. Na mindjárt megkukkoljuk a rucikat is. Fú, de nagyon meleg van, csajok. Szóval, ez egy pizsi lesz, jaj, de jó. Ez egy kutyusos, na, felső is van hozzá egy ilyen szintén kutyusos rövidnaci, ez szerintem pont a Nini mérete. És ovis alvosnak szerintem ez nagyon jó lesz. Aztán kaptunk dínos pulcsit kaptál, nézd csak! Aha! Dinomániás a fiam. Aha. Tetszik? Igen. Igen. Örülök, hogy tetszik. Ha. Ez a dino fanatik, nem tudom, hogy honnan jött ez a dolog, de nagyon imádja a dinókat. Bocsássatok meg, lányok, de muszáj összekötnöm a hajam, mert annyira, de annyira melegen van, hogy el nem tudjátok hinni. Bár lehet, hogy ezért már megy a lakásba a szárítógép, közben föl a húsleves, közben föl a káposzta. Aha, Miki Egeres. Igen. Miki Egeres kis pulcsika. Megvenném. Hát a rucik azok a tiaid, mert az ő fia kinőtte, így kezdődött, hogy mancsőrjárat, Odani, szereted a mancsőrjáratot, ugye? Igen. Igen. Várjál! Várjál! Nem tudom, mindjárt megnézzük, jól. Aha, még egy kis pulcsika. Igen. És látod, ilyen simogatós. Ha megsimogatod, fekete lesz. Ha fölfele simogatod, akkor piros lesz. Tetszik? Igen. Igen. Ó, de jól néz ki ez a naci. Adani. Igen. Ez nagyon szép az a nadrág. Megnézzük, jó? Egy picikét várjál. Aha, ez biztos, hogy az anyáé. Mi? Várjál. Nagyon nem tudtam, mit is küldjek a nagyoknak. A nagyobb gyerekeknek. Gondban voltam. Várj egy picikét. Várj egy picit, anya elolvassa. Gondban voltam, ezért tettem be zsírkrétát, ceruzát, színes tetoválást, a kártyákat. Mindjárt megnézzük, de hagyd el olvasni, jó? Illetve azt a kis mesefüzetet, a férjednek azt a férfi dezodort küldtem, azért ő is kapjon valamit. De cuki vagy! Közben olvasom már minden a laptopról, csak... Neked pedig az én egyik kedvenc őszi illatom az Avon Lucky Look, vagy Look Luck, mi parfüm, egy Anev arcmaszk, sose próbáltam még arcmaszkot, úgyhogy ez nagyon örülök, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Szintén imádom, egy szempillaspirál és egy Planet SPA arctisztító. Valamelyik csak tetszeni fog.
A pöttyös jegyzetfüzetet is neked szántam, hiszen látom, hogy használsz e-féléket, és gondoltam fogyóeszközöm, hogy most telt be 3 év után a YouTube-os füzetem, úgyhogy ennek is kimondottan örülök. Most már csak 1-2 oldal van, és én tök büszke vagyok magamra, hogy most már azok a témák, amiket felírtam, elterveztem, amiket így pontba szedtem, az összesről készült videó, úgyhogy mindjárt megnézem ezt a kis füzetet, lehet, hogy ez lesz a következő YouTube-os füzetem. És van benne egy póló is, ami teljesen új, remélem nem lesz nagy, csak ugye te mába erősebb vagy, hát nem csak mába vagyok erős, hanem mindenhol. Próbáltam ezt figyelembe venni, a mintája olyan kis kedves, szelíd, nőies, olyan diás, jaj, de aranyos vagy, Viki. Nos, ennyi, kívánom, hogy használjátok őket egészséggel. Ölelésem küldöm, Viki. Csatorna, füge és citrom. Na, ennyi lett volna a levél. Most akkor megnézem ezt a kis pólót, és ezt mindjárt fel is fogom próbálni. Ez amúgy tényleg annyira illik hozzám, vagy ez az én színem. És ez olyan, mint a magnólia, sőt, szerintem ez egy magnólia is. Mindjárt felpróbálom. Na, itt van még egy felső Nini nagy 104. Igen. Na nézzük. Jaj, de szép ez itt már. Itt a férjemnek. Igen, azt tudom, hogy talán Avonnal foglalkozik Viki, mert volt már Avonos hol videója. Ezt mindjárt kibontjuk, mert fogalmam sincsen, hogy micsoda. Jaj, de ez bronzosító gyöngyök! Csajok, ilyet már használtam egyszer. Vagy pirosító, vagy hogy mondják. És ezt nagyon-nagyon szerettem. Jaj, de jó, ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen. Ilyen, ez sminkes cucc kicsi. A vanos szempillaspirált még soha nem használtam. Mindjárt megnézzük, az kártya jó. Ez lenne, majd elmondom, azt találjátok, olyan meleg van, hogy így izzadok. De ne szedd azt ki, a feje az nagyon jó. Kipróbálom majd. Aha. Aztán ez pedig akkor szerintem egy krém. Bőrhelyreállító, anctisztító. Mi van? Nem tudom, mindjárt megnézzük kicsinkon. Ez lesz a parfüm, hát az a helyzet, hogy ezt ki kell, hogy várjam, hogy én érezzek illatokat. És itt is van, ez is még egy parfüm, de rendes vagy, Viki? Szerintem az elkövetkező 5 évre le van a parfüm vásárlásom. Mondanám, hogy megszagolom, de nem érzek illatokat, csak tényleg mondjuk, mit tudom én, havonta egyszer 3 másodpercig, de ez biztos, hogy amint érezni fogok, az lesz az első, hogy ezt megszagoljon. Várj egy picit, aztán kaptunk egy kártyát. Ez nem. Memória kártya. Ó, ez a lányom nagyon fog neki örülni. Ez mi? Illetve összeadás. Azt a fiam már megy iskolába. Számkártya összeadás. Na hát ezt kipróbáljuk valamelyik nap. Jaj, de szép ez a füzet. Na hát a YouTube-os füzetem az meg lesz. Ez gyönyörű. Aztán, de ne szedd ki. Kérem szépen egy picit, mindjárt visszaadom. Egy csomag zsírkréta. Színes szeruza. Hát azt hiszem, hogy mostanában ezt úgyis az iskolához rengeteg kell. Egy ceruza, és milyen cuki fagyi mintája van, meg unikorn is, oda nézzetek. Nem tudom, mennyire látszik. Aztán még egy ugyanilyen ceruza. Ne szedd azt ki. És végül, de nem utolsó sorban, pár tecskó a fiúknak. Vas Albert évszakok teremtése. Ez egy ilyen mesekönyv. Nekem imádják a gyerekek mind a színezőket, mind a meséket. Hú, de szép. Oda nézzetek.
Milyen gyönyörű. Ne, ne itt bent. Hú, de nagyon szépen van megrajzolva. Jó. Aztán még egy színező. Szeretem, mikor ilyen aprólékos, mert a lányom imád ilyeneket színezni. Aha. Mi van? A kinek most adnád? De jó ez a kis füzet. Igen. Jó. Tök jó. És az utolsó, ami itt van, az pedig szintén egy ilyen piros, fehér, zöld, több színű lapok. Gondolom erre lehet jól zsírkrétával rajzolni. Nem csak zsírkrétával, hanem színessel is, ahogy látom. Hát nagyon örülök ennek a kis csomagnak. Köszönöm szépen. Viki, tényleg megleptél nagyon. Köszönöm, Viki. Ő közben itt ül mellettem, és mondja. Majd meglátjuk, jó? Ha esetleg van kedvetek, szerintem Viki is nagyon szép tartalmakat készít, és nagyon egyre igényesebbet és jobb, szerintem szórakoztató tartalmat, úgyhogy belinkelem majd a videó leírásába az ő csatornáját. Szerintem tök jó, hol videói vannak, vlogok, nyaralós vlogok, meg hasonlók, egy csomó témát is körülölel, úgyhogy ha van kedvetek, akkor nézzetek rá a csatornájára. És én még egyszer hálás szívvel köszönöm neked ezt a csomagot. Tényleg csupa olyan dolog volt benne, ami jelenleg számunkra hasznos, és igen, ennyi. Azt hiszem, szóval se tudok jönni zavaromban, nem nagyon szoktam csomagokat kapni, és nagyon ritka az az ember, akitől el is fogadok, mert nagyon sokszor szeretnének olyat küldeni, amire éppen nincsen szükségünk, és ezeknek most tényleg nagyon-nagyon örülök. Köszönöm a figyelmességedet, köszönöm, hogy tényleg minden család... Köszönöm, hogy minden családtagunkra gondoltál. És köszönöm nektek is, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen csodás napotok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!